cél, több zöld energia. Rendeződni látszik a Szakói erőmű sorsa. A nyíregyházi erőművet is működtető Beolia ZRT-hez került a biomassa erőmű. Kegyeletsértés. Naponta jelentenek be lopásokat a nyíregyházi északi temető látogatói. Legtöbbször virág, urna vagy váza tűnik el. Újabb rekord Dombrádon. Idén több mint 500-an formázták meg a közös címerüket, miközben együtt énekelték el a városdalát. Rendeződni látszik a Szakói erőmű sorsa. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az elmúlt éveket tulajdonosváltások és termelésleállások jellemezték. Most a nyíregyházi erőművet is működtető Veolia ZRT-hez került a biomassa erőmű. A cég az ott dolgozó 55 munkavállalót megtartja. Továbbfejleszt és a helyi térségbeli erdőtulajdonosoktól tüzelőanyagot vásárol, így működteti majd a zöld energiát termelő Szakói erőművet. 2009-ben kezdte meg működését a Szakói erőmű. Az elmúlt éveket gazdálkodási problémák, tulajdonosváltások és hosszabb-rövidebb ideig tartó termelésleállások jellemezték. Tavaly ősszel azonban újraindult a termelés Szakóiban. A működtető társaság veszteséges volt, annak részvényeit a Veolia ZRT vásárolta fel. Így vált tulajdonossá Szakóiban a cég, amely térségünkben már a nyíregyházi és a debreceni erőművet is működteti. A Szakói erőműnél biomasszából állítanak elő villamos energiát, 55 munkavállaló dolgozik itt, mindannyiukat megtartja a Veolia. 2009. március 2-ától dolgozom az erőműben, kalorikus üzemvezetőként, gyakorlatilag a beosztásom azóta ugyanez. Hát az elmúlt 7 évben már a 5. tulajdonos váltást éltük meg. Hát amit szeretnénk elvárni, egy kiszámítható, megbízható jövőt, egy hátteret, egy stabil hátteret és egy nyugodt üzemeltetést. Ezek a felvételek a vezérlőteremben készültek, innen irányítják és felügyelik az erőmű működését. Többek között a turbinát és a kazánt is figyelik. Utóbbi egy 8 emeletes épületrészben található, a kazán megfelelő működését itt is szakemberek ellenőrzik, ez pedig már a biomassa alapanyaga, a fa aprólék lerakása. Az erőművet 2016. júliusában elején vett át a Veolia. Hát a célunk nyilván az, hogy folyamatosan működtessük, ameddig csak tudjuk ezt az erőművet, tehát mindenképpen hosszú távúak a céljaink. Ez az is hozzá kell, hogy járuljon, hogy a helyi erdőművelőkkel, gazdálkodókkal szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani, hiszen a tüzelőanyagot ők szállítják be ez az erőműhöz. A tüzelőanyagból feldolgozás után gyakorlatilag biomassa lesz, és ezzel a faaprítékkal tüzelünk a kazánban, így termelünk villamos energiát a turbináinkon, és ezt a zöld villamos energiát értékesítjük a rendszerirányító a Mavir felé. Az Európai Unió energiastratégiájában is szerepel, hogy növelni kell a zöld energia termelést. Hazánkban az összvillamos energia mintegy 10%-a zöld, azonban ezt a számot emelni kell, a cél a 15% körüli arány. Ehhez járul hozzá a Szakói erőmű is. Naponta jelentenek be lopásokat a nyíregyházi északi temető látogatói. Legtöbbször virág, urna vagy váza tűnik el. A rend fenntartása érdekében kamerával figyelik a kiemelt helyeket, valamint a rendőrök és a polgárőrök is naponta járőröznek a sírkertben. Szinte napi rendszerességű, hogy lopást jelentenek a nyíregyházi sírkertben, de az is előfordul, hogy háztartási vagy építési hulladékot helyeznek el a sírok között. A rendbontások és a szabálysértések megelőzése érdekében polgárőrök járőröznek, az esetleges lopásokra rendőrök is figyelnek a temetőben. Valamennyi sírunk, mint egy 36 ezer síremlékről beszélünk, magántulajdont képeznek a rendelkezőknek, illetve a hozzátartozóknak a tulajdona. Ugyanígy a rajtuk elhelyezett kegytárgyak, illetve virágok és csokrok. Ezeknek az eltulajdonítása sajnos majdnem azt mondom, hogy napi szinten történik. De még egyszer mondom, hogy mivel magántulajdon elleni cselekményekről van szó, ezért mi is el szoktuk mondani, de most is csak azt tudom mondani a károsultaknak, hogy a megfelelő szerveknek, a rendőrségnek kell bejelentést tenni, és ők ezügyben eljárnak.
Magánemberek is figyeltetik családi síremlékeiket, ez a kamera is a rendőrséghez van bekötve. Viszont központi kamerák is vannak a nyíregyházi temetőben, ezekkel is próbálják elriasztani a rablókat, akik legtöbbször virágot, vázát lopnak el a sírkertből. Működik az önkormányzat, vagyis a tulajdonos által telepített kamerarendszer is a temetőben, nyilván nem teljes lefedettséggel, de a frekventáltabb területeket mindenképpen figyeli. Lesz még egy 360 fokos kamera is reményeink szerint elhelyezve, amely szintén a biztonságot fogja növelni. Fontos tudni, hogy a rendőrség rendszeresen jelen van és járőrözik a temetőben, és köszönjük is ezt nekik. Ugyanígy a nyíregyházi közlekedési polgárőrséggel kötöttünk egy megállapodást. Ennek értelmében ők is naponta többször megjelennek teljesen adhok módon a temetőben, és jelenlétükkel tulajdonképpen próbálják erősíteni a biztonságot, illetve ezeknek a cselekményeknek a háttérbe szorítását. Az igazgató hozzátette, a temetőben a város közterületeire és parkjaira vonatkozó szabályozások érvényesek, azonban munkakutyákon kívül kertelésből tartott állatot bevinni tilos. A temető biztonságához a balesetvédelem is hozzátartozik, ezért a romos, gondozatlan sírok tulajdonosait felszólítják azok rendbetételére, amennyiben ez nem történik meg, a labilis, balesetveszélyes fejköveket lefordítják. Baleset történt Nagykálló és Nyíregyháza között a hétvégén. Egy kanyarodó és egy egyenesen haladó autó ütközött össze, a rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. A helyszínről két sérültet vittek kórházba, a helyszínelést forgalomkorlátozás mellett végezték a rendőrök. Az autókban jelentős anyagi kár keletkezett. A hetedik rekordot döntötte meg Dombráda az idei csülkös napokon a hétvégén. A tiszaparti település szeretne a rekordok városává válni, ezért minden évben egy újabb kihívást keresnek. Idén több mint 500-an formázták meg a közös címerüket, miközben együtt énekelték el a város dalát. Így néz ki madártávlatból Dombrád város címere, amit a helyiek színes pólókban formáztak meg az iskola udvarán. Az idei 10. csülkös napon a 7. rekord kísérlet zajlott a városban. A mostani kihívás az volt, hogy Dombrád legyen Magyarországon az a település, ahol a legtöbben együtt éneklik a város dalát. A város lakossága azt a célt tűzte ki, hogy a rekordok városa címér indul, és egy nagyszerű rekord felállítására kerül most sor, mert hogy a 7. rekordot döntjük már most meg. Volt már palacsintasütési rekord, aszfaltrajz rekord, lufi eregetés, szalonnasütési és nagyon-nagyon sok szép dolog. Aztán a mai napon pedig szeretnénk a városdalát elénekelni, Dombrád címerének az alakzatába felállva. A regisztráció során több mint 700-an jelentkeztek a rekordkísérletre. Az iskola udvarán egy térháló segítette a különböző színű résztvevők elhelyezkedését, így a magasból nézve a város címerének fő színei szépen kirajzolódtak. Az előkészületek azok egy hónappal ezelőtt kezdődtek meg, a rekordkísérletben 620-an fogunk részt venni, ez a terv, ennél lehetünk többen is, a pólók már elfogytak, úgy gondolom, hogy a rekordunk az sikerülni fog. 3 napig rajzoltuk fel a motivumot a pályára, hogy minden minél szebben mutasson, és az 5 fő szín fog kibontakozni benne, reméljük, hogy a rekordhitelesítő úr is elégnek fogja találni. A rekordkísérletet végül több mint 500 résztvevővel hitelesítették, így Dombrád a 7. évben is megdöntött egy újabb rekordot. 12. alkalommal rendezték meg a bogáti forgatagot Nyírbogáton. A fesztiválról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 3. alkalommal adott helyet az Igazgyöngy Alapítvány alkotó táborának Balsa, ahol 2 hétig 19 művész dolgozhatott együtt. A 2. hét végén az elkészült alkotások bemutatójával zárult a tábor. A festményeket és szobrokat országszerte tárlatokon mutatják majd be. A 13 távozó futballista helyére 10 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. A friss szerzeményeket a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a bogáti forgatagot Nyírbogáton. A térségben élők különböző egészségügyi szűréseken vehettek részt, színpadi produkciókat tekinthettek meg, és ínyentségeket kóstolhattak. A 2 napos rendezvényre több ezren látogattak el.
Motoros felmodulással kezdődtek a programok az idei bogáti forgatagon. A vasparipák szétszéledése után a legkisebbek, a nyírbogáti óvodások, majd a kisiskolások szórakoztatták színpadi produkcióikkal a gyülekező közönséget. Igazi tömeg délután a mulatós műsorok kezdetére alakult ki a nézőtéren. Azt gondolom, hogy a tegnapi és a mai nap is a pihenési és a szórakozási, mind Nyírbogát lakossága, mind a környező településekről ide látogató vendégek számára. A mai napon is egy mindenki számára programot kínáló, lehetőséget kínáló napot ajánlunk az ide látogatóknak. Az önkormányzat a kulturális és az ingyenes egészségügyi szűrőprogramok mellett sztárfellépőkről is gondoskodott. A gyerekek és a helyi nyugdíjasok műsor után koncertekkel várták a látogatókat, akik bogrács gulyást és kemencében sült kenyérlángost is kóstolhattak. Nagyon sokszínű a műsorkavalkádunk, igyekszünk úgy összeállítani az igényeket, kielégíteni, hogy a gyerekműsortól megkezdve a korosztályoknak megfelelően kulturális programokat szervezünk, de úgy gondolom, hogy itt a nyírbogátiaknak sok olyan család van, akik nem tehetik meg, hogy ilyen élő koncertekre is eljuthassanak, és ezért igyekszünk olyan fellépőket és sztárvendégeket is idehívni, hogy nem kell fizetni belépőt, és mégis találkozhatnak ezekkel a sztárvendégekkel. A térség országgyűlési képviselője a rendezvényen arról beszélt, hogy a beruházási munkálatok miatt idén a korábbi évektől eltérően csak egy helyszínen zajlottak az események. Gondunk van a területtel, mert hogy hála Istennek az itt iskola udvaron, ami egy fél hektáros terület, épül a tornacsarnokunk. Ez a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra pályázat kötelékében épül, és már a falak állnak. Ilyen formán az iskola udvara az nem jöhetett szóba. És a településen épül most a körforgalmunk a 471-es főútvonal felújításának kapcsán. Ez is egy régi álom volt a bogátiaknak. Hála Istennek ez is beteljesült, de viszont ez forgalmi akadályt jelent. Ilyen formán két helyszínt is le kellett mondanunk, és így beszorultunk a községháza mögötti területre. A Hooligans együttes élő koncertje előtt a település vezetése, valamint Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elismerő okleveleket, díjakat és kitüntetéseket adott át a Nyírbogáton kiemelkedő munkát végző lakosoknak. Harmadik alkalommal adott helyet az Igaz Gyöngy Alapítvány alkotó táborának Balsa, ahol két hétig 19 művész dolgozhatott együtt. A második hét végén az elkészült alkotások bemutatójával zárult a tábor. A festményeket és szobrokat országszerte tárlatokon mutatják majd be. Ezek a mészkő szobrok a Kőszintér kőszobrász és festő művésztelep kéthetes alkotótáborában készültek. Idén a hazai szobrászok és festőművészek mellett külföldi alkotókkal is bővült a csapat. Érkeztek Erdélyből, Szlovéniából és Kínából is művészek, akiknek az időről alkotott saját definíciójukat kellett megfogalmazniuk. Ez a harmadik Kőszintér nemzetközi kőszobrász és festőművésztelep itt Balsán, a Balsai Tiszaparton. Két hét alatt a festőművészeknek és a szobrászművészeknek egy megadott téma alapján kellett alkotni. A szobrászművészek a munkanehézsége miatt egy művet készítettek el, viszont a festőművészek nagyon termékenyek voltak. Volt, aki 3-4 alkotással is gazdagította a tábor alkotásainak a sorát. A telepen a közös alkotás mellett a tanulás is fontos szerepet kapott. A 7 szobrász és 12 festőművész egymástól leshette el, majd tanulhatta meg a különböző technikák alkalmazását. Sok szórakozással, beszélgetéssel együtt töltött időn keresztül tanultuk meg egymástól a különféle technikákat. Ugye minden alkotótábor egy kicsit arról is szól, hogy az együttalkotás folyamán ellesünk olyan dolgokat, amit a másik csinál, például különböző festékeket hogyan használjuk, olajfesték, akrilfesték, fröcskölés, csurgatás, beleaplikálás, és nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire felszabadultak itt a művészek a két hét alatt, és hogy mennyi mindent tudtunk végül is egymástól tanulni.
A táborban készült műveket különböző tárlatokon és galériákban mutatják majd be országszerte. Az értékesítésből befolyt összeget pedig a balsai rászoruló gyerekek segítésére fordítják majd a szervezők. Vastag Csaba, Vastag Tamás és Kis Ramóna is fellépett a szabadtéri nyár legutóbbi előadásán Nyíregyházán. A Bánfalvi Stúdió a Grease című musical nagy sikerű slágereit hozta el a szabadtéri színpadra. A dalok mellett a tánc és a színpadi látvány is egyedülálló élményt kínált a közönségnek. Eugene, gyere csak vissza! Együtt a banda. Ez a subidubidubába, dubidubába, suba. Ne hitt, hogy parancsa. A suba, ba, dili, dili, csiri, dili, duba. Csin, csin, csiri, dubte. Egy az úrvali. Együtt a banda. Ez a Grease című musical egyik legnépszerűbb dala. A történet Jim Jacobs szövegkönyv alapján született. Először 1972-ben mutatták be a Broadway-n, ahol több mint 3000 előadást tölt meg 8 év alatt. 1978-ban John Travolta és Olivia Newton-John főszereplésével film is készült belőle, ami világsiker lett. Az 1959-ben játszódó történetben Danny és Sandy a nyári szünetben egymásba gavajodnak, majd a nyár végén az iskolában újra találkoznak. A számos bonyodalom után a szerelmesek kibékülnek, és a történet happy enddel zárul. A fiúk vezérét, Dannyt, Vastag Csaba alakítja a produkcióban. Nagyon komoly feladat volt, nagyon komolyabb a tekintetben, hogy a legtöbben, akik nézik, a filmet várják viszont, illetve a film az etalon, ahhoz hasonlítanak, és emiatt az a baj, hogyha ugyanolyanra csinálod, mint a filmen, akkor azt mondják, hogy na, lemásolta, ha meg másfajtát csinálsz, mert hogy saját magadból táplálkozol, akkor meg azt mondják, hogy na, nem tudta megcsinálni azt, ami a filmben van. Úgyhogy a kettő között próbáltam megoldani a helyzetet valahogy magamból kiindulva, de mégis a film nagyon fontos momentumait nem kihagyva úgy raktam össze, hogy azért mindenki megtalálja azt, amit keres benne. A lánycsapat a Pink Ladies banda vezérét, Betty Rizzót, Kis Ramona játsza, akinek szerepálma volt ez a karakter. Szerinte annak, hogy a musical és a film évtizedek óta világszerte nagy siker, számos oka van. Én azt hiszem, hogy nagyon sok generáció, többek között én is ezen nőttem fel, és ahogy látom az embereket, amikor meghallják a Grease-nek a zenét, akkor mindenkinek elkezd mozogni a lába, elkezdi dúdolni a dalt. Ez egy kultuszfilm, és John Travolta, Olivia Newton-John szerintem örök lesz. A szabadtéri nyár következő előadása augusztus 4-én a Dzsungelkönyve című musical lesz, augusztus 12-én pedig az Expedi Dance produkcióját láthatja majd a nagy érdemű. A 13 távozó futballista helyére 10 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. A friss szerzeményeket a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. A csapat vasárnap idegenben a Budaörs ellen kezdi a bajnokságot, a hivatalos célkitűzés pedig az első 8 hely valamelyikének megszerzése. A megszokott helyszínen a Besenyei Gimnázium dísztermében tartotta péntek este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen bemutatták a szakmai stábhoz nyáron csatlakozó Kovács János edzőt, valamint az alakuló labdarúgó akadémia vezetőjét, Neumann Gábort is. Mivel a nyári szünetben 13 futballista távozott, az érkezési oldalon is jelentős a létszám. Az ankéton 8 játékos Vermes Krisztián, Tihany Olivér, Talabér Attila, Szabó Péter, Olá Gergő, Lukács Rihárd, Lengyel Béla és Karas Péter vehette át a csapatmezét. Miroslav Grumics még a költözését intézte, Fodor Ferenc pedig vasárnap kötelezte el magát a kisvárda mellett. Mint a Révész Attila szakmai igazgató elmondta, a 20 mezőnyjátékos és a két kapus mellé még egy kapus érkezik, és ezzel végleges lesz a keret. A legutóbbi negyedik helyezést követően az új bajnokságban is a mezőny első harmadában szeretne végezni a csapat. Lehet, hogy megmosolyognak, mégis azt mondom, hogy gyengébb a keretünk, mint a tavalyi hasonló időszakban volt. A 8. hely, első és a 8. hely között kell valahol lennünk, a költségvetésünk is erre van beállítva, a játékosoknak a premizálása is a 8. helynél van meghúzva. Természetesen ott szeretnénk többet, viszont nem cél a főjutás, egyértelműen, mint amit én mondtam, egy támadó hazai pályán lehetőleg mindenki ellen esélye föllépő együttes kell kialakítanunk.
Mivel a meghatározó játékosok többsége Kisvárdán maradt, a csapat kapitánya bízik abban, hogy az új futballistákkal kiegészülve ütőképes lesz az együttes. Én azt gondolom, hogy ez az idő elég volt arra, hogy összecsiszolódjon a társaság, és azt is el kell mondani, hogy azért a csapat magja mégiscsak egyben maradt, tehát hogyha a tavalyi kezdőcsapatot nézzük, akkor azt hiszem 7 vagy 8 játékos itt maradt abból a csapatból, úgyhogy az újakat pedig úgy gondolom, hogy minőségi játékosok érkeztek, és remélem, hogy azok, akik elmentek, megfelelően tudják őket pótolni. A hatszoros válogatott védő Vermes Krisztián szerint az augusztusban rájuk váró 7 meccs eredménye meghatározhatja az egész bajnokság kimenetelét. Ez egy oltári nehéz augusztus lesz, sőt szerintem az egész szezon nehéz lesz, ugye rengeteg mérkőzést játszunk, sőt majd összejönnek majd a kupamérkőzések is, úgyhogy rengeteg hétközi mérkőzés lesz, sokat fogunk utazni, azt is tudjuk, de ugye az első 7 mérkőzés az nagyon fontos nekünk, hiszen egy jó rajttal elhúzhatunk a mezőnytől, és remélem, hogy így is lesz. A Kisvárda szombaton tartotta a bajnoki főpróbát, amelyen a román másodosztályban szereplő Szatmár Németit 9-0-ra verték Rajciék. A szezon első meccsén vasárnap délután Csákváron a Budaörs ellen lép pályára Révész Attila együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Rendeződni látszik a szakói erőmű sorsa. Az elmúlt éveket tulajdonosváltások és termelésleállások jellemezték. Most a nyíregyházi erőművet is működtető Veolia ZRT-hez került a biomassa erőmű. A cég az ott dolgozó 55 munkavállalót megtartja, továbbfejleszt és a helyi térségbeli erdőtulajdonosoktól tüzelőanyagot vásárol, így működteti majd a zöld energiát termelő szakói erőművet. Naponta jelentenek be lopásokat a nyíregyházi északi temető látogatói. Legtöbbször virág, urna vagy váza tűnik el. A rend fenntartása érdekében kamerával figyelik a kiemelt helyeket, valamint a rendőrök és a polgárőrök is naponta járőröznek a sírkertben. A 7. rekordot döntötte meg Domrád az idei csülkös napokon a hétvégén. A tiszaparti település szeretne a rekordok városává válni, ezért minden évben egy újabb kihívást keresnek. Idén több mint 500-an formázták meg a közös címerüket, miközben együtt énekelték el a város dalát. A Kölcsei Televízió iradóját látták július 25-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk, marad a meleg, zivataros idő. Időjárási front nincs a közelünkben, meleg, nedves, labilis rétegezettségű légtömeg alakítja időjárásunkat. Éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok váltakoznak, zápor, zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett pár órás napsütés is várható. Zápor, zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is meleg nyári időre van kilátás, 30 fok körüli csúcshőmérséklettel. Péntekig még füllett marad az idő, és több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A hétvégén viszont szárazabb levegő ér el bennünket, megszűnik a füllettség, és csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. A jakabnapi időjárásból a télen várható időjárásra jósolt a néphagyomány, az e napi sok fellegből sok hóra, az északi szélből pedig hideg télre következtettek.